Kis magyar szomorú mese következik. A medencékből elszivárog a víz, a javításra nem futja, minden jel szerint be kell zárni a Letenyei strandot. A felújításhoz 30-40 millió forint kellene, az önkormányzatnak pedig nincs pénze. A csempe burkolat egy jó része lehullott ebben a medencében, a tavaszi ellenőrzéskor azonban az is kiderült, hogy ennél nagyobb a baj. A tél elmúltával azt tapasztaltuk, hogy körülbelül 40 cm víz szivárgott el a medencéből. Mint kiderült, a nagymedence külső betonrétegének dilatációs résén keresztül szivárgott el a víz. Ennek helyrehozatala komoly munkákkal történhet meg, amire az önkormányzatnak most nincs pénze. A 15 éves strandon a megnyitás óta jelentős felújítást nem végeztek. Éppen csak annyit tettek meg mindig, amire feltétlen szükség volt. A tűzoltó munka volt a létesítményben, ami azt jelentette, hogy nyitás előtt azon burkolatokat, amelyek leváltak, tönkrementek, azokat nagyon gyorsan, gyors ütemben ki kellett cserélni, hogy a szezonra ki tudjon nyitni a létesítmény, illetve tudja várni az ide látogatókat, a térség turistáit vagy a vidékről érkezőket. Azonban ez a tűzoltó jellegű munka most már nem elég. Az eddigi becslések szerint 30-40 millió forintra lenne szükség a strand felújítására. Ennyi pénze az önkormányzatnak nincs, így várhatóan idén nem nyit ki a strand. Az önkormányzat a kormánytól, konkrétan Orbán Viktortól remél segítséget. Reménykedünk benne, meg szerintem a város is reménykedik benne, hogy előbb-utóbb elbírálják ezt, hogy segítenek felújítatni a strandot. Itt a környéken ugye nem csak Letenye, hanem ugye a vonzás körzete is azért sokan szoktak járni Tótszerdahelyről és a környékes falukból Becsehelyről is. A strand idei nyitására egyre kevesebb az esély, ugyanis a polgármester szerint, ha már most dolgoznának a felújításon a medencéket, akkor is csak a nyár második felétől lehetne használni.